Nem keramikusnak készült, ám a művészetvilága mégis magával ragadta a kolozsvári születésű Péterfi Katalint, aki 2004-ben Fóton ismerkedett meg férjével, Varga Gábor szobrászművésszel. Szóval a kezemben nyomott egy darab agyagot, mondta, hogy csinálj már valamit, hogy ne észem azt, hogy nem csinálsz se, hogy unod magad. Így kezdtem. Az első kis formám az egy borzasztó kis levélformája, amutartó volt, nagyon édes és nagyon béna. Aztán utána kezdtem vázákat csinálni, mert akkor kezdtem élvezni, és úgy kezdett tetszeni az, hogy egy képlékeny anyag, amiből az lesz, amit én akarok, és ez nagyon tetszett nekem. Férjével 2005 óta élnek Dombováron. Itt vette kezébe az agyagot, amelyből aztán művészi alkotások kezdtek el születni. Volt táncosorozatom, ami agyag, hogy oxidos volt, de az is szép volt, de azért a tánc, az egy szín volt az ember életében, az mindenféleképpen szín. A képeim, hát az első képek az a ceruzával színnel készültek, ott vannak benne a fehér-feketék, mert akkor boldog voltam, hogy éppen rajzolni is tudok, meg milyen jó. Aztán utána jött pasztel, aztán jött akvarell, kipróbáltam a színeket, mert úgy tetszett, hogy kicsit színezem, és akkor milyen. Azért más, amikor valakit tanítanak, tanul, és fejébe verik, hogy mit, hogyan kell, és más volt, amikor meg kellett tapasztalnom, hogy is csináljam, hogy közel álljon hozzám, tessen nékem, és hogy tudjam azt, hogy azért az egy elfogadható kinézetelő termék munka lett. Mestere és tanítója a férje, Varga Gábor, akitől az évek alatt minden technikai titkot ellesett. Alkotok valamit, amiről úgy érzem, hogy nekem tetszik, amit úgy szeretek, amiben jól mozgok, és akkor nekem ez már jó. Számomra egy nem menekvésnek nevezném, inkább egy átlépés egy másik dimenzióba, mert én igaziból nem tanultam, de hát azt kell mondjam, hogy én Gábortól se tanultam, mert először próbáltam olyan figurákat csinálni, amiket ő csinál, nem sikerült. Utána kezdtem arcokat csinálni, azokból most nem nagyon van itt női arcokat. Az első női figurák és arcok, ami emberi testhez kötődik, és azt már önállóan csináltam, és attól a pillanattól kezdve próbáltam a magam útját keresni és megtalálni, a magam világát. Nincs legszebb vagy kedvenc alkotás, Péterfi Katalin minden elkészült műre úgy tekint, mintha a gyermeke lenne. Mert ugye én csak akkor dolgozom, amikor kedvem van. Valami, nem csak kedvem, hanem valamilyen érzelmi telítettségtől túlfűtött vagyok abban, hogy érzem, hogy most nagyon kell csinálni. Tehát bennem van, és én is benne vagyok. És aki úgy engem ismer, azt, hogy még talán azt is be tudja lőni, hogy milyen életszakaszban, vagy mikor, akkor, ugye akkor azt csinált, akkor, ugye akkor csináltad, amikor ez történt, ez ilyen. Mi világunkhoz nagyon közel áll a másik dimenzió, amiben egy picit minden torzul, ugyanaz, mint nálunk, ugyanaz, mint a mi világunkban, csak se anatómiailag, se a megszokott, hagyományos esztétikumhoz nem teljesen hasonlító, vagy nem azonosítható vele az a világ, amit én csinálok. Van átvedés, van hasonlóság, de van egy pici illuzorikusan misztikus másság is benne, és én ezt szeretem. Ezért jó, hogy nem tanított meg senki, mert nem verték a fejembe az anatómiát, meg milyennek kellene egy testnek. Oda húzom akkorára, mekkorára akarom, és nekem ez a jó. Péterfi Katalin úgy fogalmazott. Ezen a kiállításon tényleg itthon van. A közönség soraiban ismerős arcokat lát, akik szintén ismerik és kedvelik a munkáit.